Van egy egyetemi város, mely nagy emberekről lett híres, és nevezetes eseményeiről vált mindenki által ismerté. Egy kulturális város, amely minden szemszögből színes, érdekes, és figyelemfelkeltő minden ember számára. Ez a gyönyörű város, Kolozsvár. Kolozsvár, ahol bármilyen időjárás van, mindig pezseg az élet a sok fesztiváltól, koncerttől, a nyüzsgő kávéházaktól. Ahol a történelem minden házfalán ott ragyog. Ahol sok nemzetiség tanul együtt élni, és ahol a legfontosabb sokunknak az, hogy szeretünk Kolozsvár. Valamikor Kolozsvár legkifinomultabb szállója működött itt. Saját villanyvilágítással, saját kávézóval, csodás táncteremmel, kinyitható belső tetővel, és ahol a legjobb pincérek szolgáltak ki hajdanán. Vannak kolozsváriak, akik még látták a Conti fénykorát. Emlékeiket velünk is megosztották. 1895. decemberében nyitották meg. Később szállodává alakult, akkor amikor aztán államosították, akkor állami szálloda volt, és Continental lett a neve. Van egy szenzációs emlékíró, aki akkor éppen, hogy mondjam, fiatalember volt, és Kolozsvárt is többször megfordult, Lackó Géza, és a Királyhágó című könyvébe nagyon érdekes dolgokat ír a városról, többek között a szállodáról is. Különben ez volt az első villany, saját áramfejlesztővel rendelkező épület, villanyvilágítással, stb. Tehát tényleg, mondjuk úgy, a kor abban 1895. decemberében messze megelőzte a várost is, meg az összes többi épületet is, középületet is. Megnéztem, most nagyon sajnáltam, hát ez egy fényes vendéglő volt, fent szálloda volt, lent étterem, büfe, konyha, tánc részlet is, mert nem műzenekar volt abban az időben. Era vestit kellner, mergeam special la mese, unde știam că ne servește un anumit ospătar. Și era așa o tradiție care îți dădea un confort psihic extraordinar. Állandóan a vendégek körül voltunk, asztalt lepucoltuk, letakarítottuk, töltöttünk a poharukba. Ha két cigit elszívtak, ma azonnal kicserültük a hamuzót. A még rétegű kispolgárok, kalaposok, más ilyen mesteremberek, idősek, akik férfeleséggel még megengedték maguknak, hogy a városba ebédeljenek, és ők mindig szombat délután jöttek ebédelni. Ez egy külön élmény volt számomra, ezek az embereket bármi kiszolgálni. Egy alkalommal vettem két pár cipőt, 200 lei volt, és vettem melléje egy kávét és egy fél decit, és az kétszer annyiba került, mint a cipő. Erre emlékszem nagyon. Én nagy tetem a háború előtt született, az első világháború előtt, 1904-ben, december 27-én. Muszáj volt valamit kezdjen magával, ugyebár, mert ő volt az egyetlen férfi a családban, így elkezdett pincérkedni. De hát ez nem úgy működik, hogy egyből pincérkedsz és sok fizetést kapsz, hanem pikoló volt, segédpincér, mosogatott. A New York szállodában 20 évesen kerültem be. Pincér volt akkor a Contiban, amikor én dolgoztam, együtt kollégák voltunk. És ő mesélte, hogy amikor főpincér volt a New York kávéházban, az utcán találkozott a polgármesterrel. A polgármester úgy köszönt neki, jó napot, főúr. Nagyon szeretett nótázni. Mindig reggel, amikor bejött és készítettük elő a termet, mindig nótázott. A kedvenc nótája az volt, hogy most jövök Gyuláról, Gyulafehérvárról, leesett a patkó lovamnak a lábáról. És amikor a Vandi bácsi meghalt, és a temetésen ott voltunk a pincérek sokan, eltemettük Vandi bácsi, feltették a koszorúkat, és valahonnan hátulról egyszer a hegedű elkezdett sírni,
és énekelte Bandi Márcsák a nótáját, hogy most jövök Gyuláról, Gyulafehérvárról. Tudom azt, hogy 1936-ban édesapám és az kolozsvári édesanyám és a csíki édesapám itt váltottak jegyet az egyik asztalnál, egy baráti társaság, valahol itt baráti társaságba ültek, és az asztal alatt gyűrűt cseréltek ketten, és ennyi volt az eljegyzésük. Te ducai la Continental, și cu o fată, dacă o invitai la Continental, însemna ceva. Én a konyhán dolgoztam, hát nagyon kellett siessünk, hogy kiszolgáljuk vacsorával. A csoportokat sorrendbe jöttek, de az olaszokat nem kellett kiszolgálni, mert kijött az olasz csoportvezető, és makaronit kért, és túrót, ők azt vacsoráztak. És különben 65 szoba volt a szállodában, és 110 ágy. Ami akkor tényleg egy nagy teljesítmény volt, mert két emeletes szálloda azért ott a környéken nem igen akadt. Continental, nu intra oricine. Cam asta vreau să spun, nu intra oricine, era pentru o anumită clasă. Rendületlenül dolgoztunk, fárasztó munka volt, mert szombat, vasárnap éjjel 2 órakor volt zárás. Ott dolgoztam a konyhán, és onnan kapom a nyugdíjamot, 900 lejt. Acolo se strângea elita erotică a Clujului, atleții erotici care circulau pe aici. Költők, írók, azok rendszeresen ide jártak, hát itt dőlt el a világ sorsa. Szálloda megérdemelni azt, hogy egy tárháza legyen a jövőben Kolozsvár vendégfogadásának legjelesebb vendégeit, legjelesebb művészeit. Itt igenis találkozhattak, elbeszélgethettek, megbeszélhették azt, hogy Kolozsvár hogyan tovább. Ha pedig most megnézzük ezt az épületet, akkor ez a hogyan tovább elég szomorú, mert most már azért mindjárt 15 éve senki nem kávézik benne, csak néha napján, amikor például jelképszerűen a romkocsma hangulatában egy kiállítást vagy egy könyvbemutatót tartanak a kolozsváriak. Még átcsorog ez az épület. Valószínű, hogy ha sokáig nem kerül rá bármilyen beavatkozásra pénz, akkor majd bekerítik, hogy a járdán ott ne sétáljunk, mert ránk eshetnek az ilyen-olyan díszítések, vakolatok, és akkor talán tényleg felébred a város, hogy ez nem egy magán érdekszféra, hanem ha más nem, a maga a járda, az már egy köztér, és mégis valamit kéne tenni ezzel az épülettel. Én már a polgármester úrral többször beszéltem erről ebben a megjelenés óta eltelt néhány napban, és mi nagyon-nagyon fogunk ahhoz ragaszkodni, hogy éljen az önkormányzat ezzel a lehetőségével, és már január első napjaitól kezdődően szabjuk ki ezt a igen, hát egyfajta nyomásgyakorlási eszközként használható, nagyon megnövelt adóösszeget, úgy a New York szállodára, mint más hasonló sorsú, rossz sorsú épületek tulajdonosaira.
Kolozsváriként mindig is csodálattal tekintettem erre az épületre. Sajnálom és fáj és bánt, hogy ilyen állapotba került és ilyen állapotba van. Remélhetőleg az elkövetkező években jó kézbe kerül, ugye, és restaurálják. 80-as években, mikor ide kerültem Kolozsvárra, akkor még működött ez a szálloda, és működött a vendéglője is. A patina az már egyszerűen eltűnt, de a pincérek azok még a régi pincérek voltak. És leültünk egy asztalhoz egy kollégámmal, és akkor már elég gond volt olyasmit, hogy konyakot kérni, ami jó konyak is legyen. Mellé kihoztak mindig egy sült halat, vagy valami mást, mert ilyen árucsatolás volt. És a kollégám olyan jó vendég akart lenni, és megkérdezte a pincért, hogy de hát hol vannak azok a régi pincérek? És a pincér megállt, és azt mondta, hogy és hol vannak az urak? Funkcionál forte bine Piața Neagră, atunci erau foarte mult cu kenturi. Asta era moneda tare de schimb. Azt mondja Lackó Géza, hogy ki a fene tudta ezt kiejteni? Hát senki. Azt mondja, akkor mindig ottan csűrték, csavarták. Azt mondja, mondták, hogy hát fonetikusan ugye olvasták, hogy New York, a végén nyehó lett belőle, és a kolozsváriak is emlegették évtizedekig, hogy ez a neve. Nem tudom, hogy tavasszal vagy ősszel a Budapesti Operett Színház jött Kolozsvárra. Értitek? Adták a Maricát, Honti Hanna, Németh Marika, Baksai Árpád, és a többi sok jó színészek. Én akkor elképzelhetitek, hány éves voltam, mostan vénasszony vagyok, de akkor fiatal voltam. Az állomásnál vártuk, a fél Kolozsvár ott volt, várt az egész társulatot, és akkor két napig, amíg itt voltak, minden délután, amikor kijöttünk a munkából, megtöltöttük ott azt a teret, látod? Ott azt a teret, mert ugye mi nem kaptunk jegyet, mert drága is volt, meg nem is volt annyi pénzünk, és csak két előadás volt, nem volt több előadás. És akkor ott kiabáltuk, Honti Feleki, Honti Feleki, hogy jöjjenek ki. És kijöttek arra a balkonra, látod, amelyik ide látszik, erre, itt középen. És hát nem énekeltek nekünk, csak éppen meghajoltak. Azóta nagyon szeretem ezt a szállodát. Ennyit tudok. Az épület markáns díszítése Pákei Lajosnak, városunk egykori főépítészének köszönhető, akinek tervei alapján megépült ez a szálló 1895-ben. Pentru mine reprezintă un martor al modul în care comunitatea clujană își petrecea timpul liber în perioada interbelică. Számomra nagyon sokat jelent, ugyanis alapból engem nagyon érdekelnek a művészettel kapcsolatos dolgok, és ez egy nagyon-nagyon szép épület, a város kincse. És ugye Pákei tervezte pont úgy, mint a mi iskolánkat. És ugye tudni kell azt róla, hogy Budapesten ott van a New York Hotel, ami szinte ennek a megfelelője. Egy nagyon-nagyon híres, és a város kincse. És amikor akárhányszor bekerülök ebbe az épületbe, így szétnézek, és rájövök, hogy milyen lehetett ez, amikor tényleg a teljes pompájában láthatták az emberek, és milyen emberek fordulhattak meg. És én úgy gondolom, hogy ezt nem kéne elfelejteni, nem kéne hagyni, hogy feledésbe merüljön, mert itt van a központban, itt van, minden ember látja minden nap, és nem hagyhatjuk azt, hogy csak úgy elveszünk. Mindig nosztalgiával és egy kis fájdalommal gondolok rá, hogy annyi mindent felújítottunk az utóbbi 25 évben, annyi minden újjászületett Kolozsváron, a sétatéri kiosztól, a Mátyás szoborig,
pont a New York szálló és kávéház az, amelyik még haldoklik. Mai állapota mindenki számára lehangoló és elszomorító. Elmondhatjuk, hogy a kolozsvári lakosság szép, maradandó emlékeinek saroképülete sajnos a feledés porában fekszik. Nemrég kívülről renoválni kezdték az épületet. Remélhetőleg ez csak az első lépés lesz a teljes felújításhoz vezető úton. Néhány diák egy pályázat alkalmából úgy gondolta, hogy érdemes legalább megpróbálni visszahozni a műemléképület régi fénykorát. Ők ugyan kis emberek ehhez, de nagyot akarnak, és azt remélik, hogy filmünk egy napon eljut majd olyan emberekhez is, akik valóban tudnak változtatni a szálloda mai helyzetén.